meglepő húzás Mezőkövesden. Három rutinos játékosától vált meg az NB1 hajrájában az újonc. Rajci Pétert, Vermes Krisztiánt és Farkas Balást április 30-ától felmentette a munkavégzés alól a klub vezetősége. Állandóan azzal támadtak, hogy a volt újpestiek. Weber György vezetőedző a támadások ellenére is kiállt játékosai mellett. Rajci Péter januárban érkezett az együtteshez. 5 mérkőzésen lépett pályára kezdőként, 2 csereként. Ezeken nem szerzett gólt. Vermes Krisztián februárban csatlakozott, a sérülések miatt csupán 3 találkozón volt kezdő. Farkas Balázs alapembere volt a feljutó csapatnak, ám az NB1-ben nem kapott meghatározó szerepet. 12-szer volt kezdő és 5-ször csere. 2014-ben csupán 2 mérkőzésen játszott, akkor is csereként és mindössze 14 percet. A Farkas Balázs esetében másfél éve itt van, alapillére volt az NB2-t megnyerő csapatnak. Ha ő akkor nem jön, nem biztos, hogy feljutunk. Ebben a szezonban 14 percet játszott. Ezt én a Balázsra megbeszéltem, hogy ez a fél év hogy fog zajlani, hogy nagyon nagy szükség van rá, akkor tud pályára kerülni. Tudomásul lett, profi módon készült. A többiről nem tudok, hogy mi lehet az oka. A Rajci Vermes érkezése óta folyamatos támadást kapok mindenféle szintről. Szurkolói, vezetői, meg még egyéb. Igazából csatár kellett a télen. 2 csak szabad csatár volt Magyarországon, a Rajci Péter és a Tisza Tibor. A Rajci Petit tudtuk megszerezni. A Vermes Krisztián megszerzésében azt hiszem, hogy csak én a vezetőség részéről is volt úgymond beleegyezés, mert nyilván úgy lehetett. A Krisztián mostanra lett volna. Én nagyon szerencsétlen dolog, mindenki a súlyos sérülése utáni állapotáról gondolta azt, hogy nem jó. Igazából egy nagyon szerencsétlen dolog történt, ugye első mérkőzésen szétrúgták az ahilleszét, ezért hagyott ki egyet, utána 2-szer kiállították. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mint hogyha átok ülne ezen a történeten, úgymond. Majd most a Ferencváros ellen gondoltam, hogy jó állapotban van újra. Múlt héten Szombathelyre elvittem ugyan, de keretben sem volt, mert úgy éreztem, hogy nem teljes értékű játékos. Most számoltam volna már vele. Mert teljesen egészséges volt, motivált volt, de a vezetőség úgy döntött, hogy felbontják a szerződését. A Ferencváros ellen debütált a Mezőköves csapatában Sárközi Tamás. A mindössze 20 éves játékos nem gondolja, hogy Rajci megválásával került előtérbe. Amióta ide kerültem, még több plusz munkát végzek, mert hát eddig gyerekkorom óta azért dolgoztam, hogy ezt elérjem. Hogyha úgy alakult volna, hogy ők itt maradnak, én azt gondolom, hogy akkor is kivívtam volna magamnak ezt, mert nagyon sokat dolgozok, és mindent megtettem érte, és még fogok is, hogy az NB1-ben tovább szerepelhessen. Csupán 3 nap telt el a felmentés és a Ferencváros elleni bajnoki között. Így az öltözői hangulatot nem tudta teljesen felmérni Weber György. A kérdés, hogy a játékosok mit éreznek. Lehangoltságot, igazából mind a 3 játékossal. Szerintem mondhatom azt így a csapat nevében, hogy jóba volt velük mindenki, azért sajnáltuk ezt az egészet. Nagyon hiányoznak nekünk, mert persze jó kapcsolatot ápolt, csak szinte mindenkivel. A szurkolók utoljára 2014. március 28-án láthatták nyerni csapatukat. Azóta 4-szer kikaptak, és csupán a Paksalig szeltek. Amivel nem lehetnek megelégedve, viszont a 3 játékos felmentésével egyetértenek. Úgy nézett ki, hogy mintha visszahúzó emberek lennének, tehát nem segítőkészek, nem a csapatot, nem az egységet kovácsolták, hanem inkább a széthúzás. Én nagyon örülök neki, hogy felmentették, mert Rajci Péter, meg Vermes, ők idejöttek. Én ezt Weber Gyulin nagyon szeretem, de Weber Gyulin én ezt számon kérném, hogy még igazolt ide őket, mert ők elvittek innen nem tudom hány millió forintot, egy gólt nem rúgtak, és csak ki voltak állítva. Most már hála jó Istennek nincs itt. Weber György többször hangsúlyozta, hogy a vezetőség döntése volt a felmentés, így ő a továbbiakban sem mentene fel senkit a munkavégzés alól. Borsos Vili kollégámat idézem, aki valamelyik nap azt mondta, hogy teljesen tiszta a lelkiismeretünk, mindent megteszünk és megtettünk eddig is. Hát én leszek a következő, akkor én. Jó, úgyhogy játékos, tehát én nyilván nem mentek föl senkit a munkavégzés alól, meg nem rúgok ki, mert igazából nem történt olyan. Ha történne, nyilvánvaló meglépném, de nem történt ilyen az öltözőn belül, vagy bárhol, ahol az edző szerepe így kerülne előtérbe, hogy meg kell válni játékost.
Az NSO TV megkeresésére a hatszoros válogatott vermes Krisztián elmondta, bővebben nem kíván foglalkozni az üggyel, de azt elárulta, hogy nem számítottak erre a döntésre.